a műsor támogatója, a Láng TV. Iratkozz fel oda is! Tanácsánk ilyen megállapítja a sértettet, lehet látni, és baráti társaságnál, már kihallgatott tanunk jó részeit, 1 óra 59 perckor, a kórháztér Ferencesek utcáját felől jól látható a figyelő kamerának, a felvételőjelő sértett jön, fekete fősővel, Széchenyi tér Ferencesek utcáját néhányát, és ott a sérteténk ott megy el, tehát a Széchenyi tér felől lép a Széchenyi térre. Fantosászt elhagyni. 2 óra 6 perc, igen, az idő, mondjuk, hogy ő 11 órától számol, meg például meg le kell menni, 2 óra 6. Tehát Széchenyi tér szalad jött át körülbelül az. Ott jön a vádlott, megy, és hát akármi legyek, ez nem jobb, azt tudom megállapítani, hogy jobb felé fordult. Ha az bizonyosodott be, hogy a vádlott jobbra fordult a benzinkúttól, akkor az azt feltételezi, hogy ő a Magtár utca felé távozott, tehát hazament a cigarettavásárlás után. És mögöttük herbálként, zsályoként, mi egy gramot vettünk, és abból rengeteg cigit jött ebből a közösen. Őszívták el, nagy részét, tehát hogy 3-4 cig ez közös volt, a többi, ami nálam volt, így azt én egyéből szívtam. Ellenes közérzet, könnyedség, gátlástalanság. Nincsen kontroll. Egy hét távolságból már megállapítani azt, hogy a cselekmény időpontjában, az minált időben történtek kábítószer fogyasztásban sem, megállapítani nem lehet. A lebomlása az amfetamin származékoknál, tehát a designer drogokról beszélek, mert ez szóba került, 48-72 órán belül kirül a szervezetből. Meghallgatta, kiküldött bíró útján azt a 3 gyermekkorú tanút, akik megtalálták a sértett holttestét. Ez a meghallgatás megtörtént, a bíróság most ismerteti ennek a tartalmát. A társam megdobta egy kővel, hogy mozog-e. Nem tudtuk, hogy halott, azért meséltük el otthon, hogy mit láttunk, ekkor már, amikor elmeséltük, akkor már tudtuk. Szóltuk az anyunak, aki szólt a szomszédasszonynak, aztán lementünk együtt megnézni a testet. Az anyu élettársa is lejött velünk, megnézte, majd telefonált a rendőröknek.